Boldog 65 évfordulóját ennek a csatornának. Jézusom, mennyire csinálod ezt a szart! Uramisten! És mivel ez a 6. évforduló, úgy döntöttem, hogy csinálok valami különlegeset. Mivel a csatorna neve Redbird 6, ez a 6. évforduló, és én 2006-ban születtem, ezért úgy gondoltam, hogy csinálok egy legjobb és egy legrosszabb listát 2006-ból. Ilyet kívülben a fejemből, de augusztus 6-án csináltam ezt a csatornát. Hogyha júniusban csináltam volna, akkor ez sokkal jobb lett volna, mert 6. hónap, de nekem pont augusztusban kellett csinálnom, szóval sorry. Kettőlehat az évben beszülettem, és úgy gondoltam, hogy érdekes lenne visszanézni zeneileg. Amit könnyű mondani, mint csinálni, mert... Uram, és a rádiószlágeristák egyáltalán nem segítettek. Mivel az egyetlen út, hogy visszanézek erre az éve zeneileg, az úgy, hogy megnézem, hogy milyen albumok jöttek ilyenkor, milyen dolgok jöttek ilyenkor egyáltalán, meg hogy visszanézek a rádióslágerlistákra. Rájöttem valamire, amikor ezt megtettem. Szerintem a magyar zene egyik legnagyobb problémája az az, hogy ha nem tudod, hol keresd a jó cuccokat, akkor vagy gecire cringe, vagy gecire unalmas. És igaz, hogy ez kb. Majdnem minden évre jellemző, de 2006-ra főleg. Vannak igazán remek dalok ebben az évben, de arra várjatok egy darabig. Ha kihagytam valamit, akkor az azért van, mert vagy elfelejtettem egyáltalán rárakni, vagy azt se tudtam, hogy akkor jött ki. Plusz, hogyha egyes dalok hasonlók lesznek egymáshoz, akkor az azért van, mert kellett pár könnyű célpont ehhez a videóhoz, hogy hamarabb le tudjam. Plusz megpróbáltam 2005-ös dolgokat is belerakni, ami sokkal népszerűbb volt 2006-ban, mint 2005-ben. Ezt azért csináltam, hogy legyen egy kis kihívás, csak egy nagyon kicsi. Azonnal megutáltam csinálni ezt a videót, amint ezt a szabályt meghoztam magamnak, szóval nem nagyon használtam. Legyünk túl ezen, kérlek. Lágy hip-hop minden reggel, a rock'n'roll lesz az éjjel. S a túl zúzós az egész hét, mondd miért ne kelljek vasárnap délben. Hát inkább hagyja, még hagyja, még hagyja, s ne szólj, hát hagyja, még hagyja, még hagyja. Emlékeztek, amikor Dancsó még felvállalható videókat csinált? És szóval magyar filmekről csinált videókat? Én emlékszem. Kurva jó volt. Alapködő a videók közül beszélt Gyöngyösi Bence filmekről. Alapködő 4 filmről, ahol feldolgozott Gyöngyösi Bence 4 régi magyar filmet. Viszont ezekben a filmekben van egyetlen egy ködös még. Az, hogy mindegyiknek készült egy külön betétlő a filmhez, abból 2 instant sláger lett. Sajnos. Egy bolond százat csinál, fordítva forog ez a nagy világ. Ez egy smooth kopítás, de tényleg. Tudom, hogy nem minden latin dal, ami hasonlít Santanára, egy kopítás. És van még egy dal ezen a listán, ami egy még egy nagyobb koppintás, de a dalszövegen kívül, meg egy kicsit a melódián kívül, ez kb. Ugyanaz. És bevallom őszintén, hogy nem minden koppintsal van bajom. Csak akkor legyen vagy más, akármi más, amit nyújthat a dal. És ezt megteszi-e?
van egy kérdésem. Ha van egy bizonyos dal, és van egy dal, ami az előző olcsó utánzata csak magyarul, melyiket választanál? Ha az utóbbit, akkor hát azt semmi se csinálni, csak box székén idejtelő. Csodád hip-hop minden rád rád, a rock'n'roll lesz az éjjel. Csak túl zúzós az egész hét, mondd miért ne kelljek vasárnap délben, hát... Dobrádi Ákosan a TNT gecire mit, és azért szeretik a középkorúak, mert a nosztalgia beszél belőlük. Ez jó eset. Nézzétek! Ez nem a legrosszabb dolog, amit Dobrádi megjelenített. De! Erre az Unom Fesztiválra nincs magyar lázba. Csak túl zúzós az egész hét, mondd miért ne kelljek vasárnap délben, hát... Mi az? Nem mondtam, hogy állj meg. Lehet hip-hop minden rák rád, ha rock'n'roll lesz az éjjel. Csak túl zúzós az egész hét, mondd miért ne kelljek vasárnap délben, hát inkább... Ennyi év után. Ez az első alkalom, hogy részletesebben beszélek a Rúzsa Magdiról. Ami elképesztő, hogy mennyire tudtam ezt elhalasztani, de nem akartam újra megélni a Magdi Midis esetet, és kapni még egy sztrájkot a csatornámra. Szóval valamennyire tartottam a távolságot. De múltbeli farságokon túlépve, mégis mi ez? Elmondom nektek miért, egy Rúzsa Magdi rap dal. Egy Rúzsa Magdi rap. Hiába robotot egy gépgyárban, ha csak idióták próbáljuk szegy képtárban. Csak az, hogy ezzel harcod, mint az agyam. Ne hagyd, hogy szintisztára töröljék az agyam. Vagy tudjátok mit? Nem. Ez nem hip-hop. Ez nem is zene. Ez egy szégyen. Nem csak a rapre, nem csak a zenére, hanem magára a magyar nemzetre, hogy kiadtunk egy ilyen szart. Oké, annyira nem vészes, de... De valljuk be, hogy Rúzsa Magdi nem egy Kendrick Lamar. Hogy miért nem kért fel akárkit erre a dalra, én nem értem. De ha van egy pozitívum, amit elmondtak erre a dalról, az az, hogy legalább megpróbálta. Rengeteg előadó van, aki kipróbál egy teljesen más műfajt, hogy kilépjen a komfortzónájából. Vannak, akiknek ez sikerült, és vannak, akik katasztrofálisan elbuktak. És ha bár minden egyes embernek különböző véleménye van, szerintem mindegyet érthetünk, hogy ezek után Rúzsa Magdi okkal nem folytatta a rap karrierjét. Lehet hip-hop minden rád rád, ha rock'n'roll lesz az éjjel. Csak túl zúzós az egész hét, mondd miért ne kelljek vasárnap délben, hát... Két Rúzsa Magdi dal egymás mellett a listán? Most én, most vigyázz, hogy jól csinál, mert a lesz apró világ. Tudom, hogy a Rúzsa Magdi könnyű célpont meg minden, de én ezt a videót már le akarom tudni, már most már elég magyar dalt hallott nekem az elmúlt három hétben. Le kell állnom. Ráadásul az előző dalról legalább volt miről beszélnem, de ez... Lehet hip-hop minden rád rád, ha rock'n'roll lesz az éjjel. Csak túl zúzós az egész hét, mondd miért ne kelljek vasárnap délben, hát... Szóval az előbb beszéltem egyszerű esetekről. Viszont ez egy olyan eset, ahol egyszerre az, de egyszerre nem. Nos, mit értek ez alatt?
Ja. Tudom, hogy az LGBT jogok még jó pár ember számára eléggé tabu téma. És lehet, hogy ez a film meg a dal megszégyeníti a transzneműeket. Én nem tudok ebbe a témába szólni, és jelenleg nem is akarok. De egy valamit tudok. Mindent, amit erről a dalról elmondhatok, azt már elmondtam jó pár dallal ezelőtt. Mert ez egy smooth koppintás. Már megint. De tudjátok mit? Legalább az a dal valamennyire próbálta a dal melódiáit valamennyire megváltoztatni. Ez meg se próbálja. De komolyan. Mi történt 2006-ban, hogy kijött kettő smooth koppintás, és mindkettő dal Gyöngyösi Bence filmekhez készültek? Amúgy nem nagyon szeretek panaszkodni dalszöveg miatt, de ezek a sorok mégis mit jelentenek? Talán semmi se jelentenek, de van egy olyan érzésem, hogy igen. Nem tudom, és szerintem sose fogjuk megtudni. És tudjátok, hogy még mi a legrosszabb? Az, hogy az eredetivel ellentétben még ezeket a szarokat adják a rádióba. Egy bizonyos rádióban hétvégenként retro hétvége van. Szokták az eredetit is, de néha napján. És tudom, hogy vessek magamra, mert manapság is rádiót hallgatok. És tudom, hogy vessek magamra, mert manapság is rádiót hallgatok. De vannak bizonyos emberek, akiknek nincs választásuk. Szóval emberekre erőszak vannak bizonyos dolgokat akaratuk nélkül. És sajnos vannak olyan emberek, akiknek a dolcsú utánzat jobb, mint az eredeti. Most jönnének ilyenek az említésre méltó példák, viszont egyáltalán nincsenek, de már elegem van a magyar zenéből. Nem akarok több magyar zenét hallgatni, nem akarok többet hallgatni. Lát, hopp, minden rád, a rock'n'roll lesz az éjjel. Csak túl zúzós az egész hét, mondd miért ne kelljek vasárnap délben, hát... Az előző szegmens kiszívta a maradék életkedvemet. Kéne valami krincuc, ami... hogy ne depresszíven fejezzem be ezt a videót. Tökéletes. Zoltán Erikáról már egy dél nem volt szó ezen a csatornán. És még én se hittem azt, hogy legközelebb egy legrosszabb listán fogok róla beszélni. Nem is azért, mert szerintem egy remek előadó vagy akármi. De szerintem ja, van pár élvezhető dala. De ja, ez még nem is egy olyan dal, hogy csak úgy lekapcsolod az agyad és hülye mókol az egész. Viszont hogyha ez mintha egy random 90-es évekbeli dala lenne, mi eddig nem került ki. Csak úgy gondolták, hogy 10 évvel később rárakják egy random sláger gyűjtemény albumra. Nem tudom miért, de valamiért úgy érződik ez a dal, minthogyha gyerekeknek készült volna. Valami gyerekműsora vagy akármi. Viszont ezekkel még nem is lenne annyira nagy baj, ha az eredeti verzió nem lenne ennyire rohadt hosszú. Kérdezhetitek, hogy ezt miért mondom? Azért, mert az eredeti verzió majdnem 7 perces! Kinek kell ez? Kinek kell ez? Én már nem bírom. Oké? Okay. Én már nem bírom. Van jobb dolgom annál, hogy egy Zoltán Erika dalt cseszem fel magam.
Mint például az, hogy a Balcsin relaxáljak és elfelejtsek mindent ebből az elmúlt pár hétben. És tudjátok mit? Azt fogom megtenni. Szóval fogom magam, kimék a Balcsra, sőt, mire ez a videó már pár felkerül, én már régen azon leszek, hogy még elfele vakációra, innen el. Majd a legjobb lista azután lesz kész, amint visszajövök. Vagy azután azt hiszem egy héttel próbálom betudni, de addig is a sor viszont nem látásra. Utoljára is boldog évfordulót abban. Let's go, ballin' like this, I'm insane. Heck hell no, push up, I'm gon' whack your whole team. Energy truck, oh, nice to meet you. Ball kick my feet, fan and can't keep up. Pop all that ass out to the shit. I can't stay sober, no.